A harmadik Orbán kormány nem fogadott el kormányprogramot, így csak következtetni lehet, hogy mi vár ránk a következő 4 évben. A policy agenda szerint nem lesz rezsicsökkentés, nem lesz több pénz közmunkára, és a személyi jövedelemadó mérséklése is várat magára. Szerintük erre a konvergencia programból lehet következtetni. Abból azt lehet kiolvasni, hogy a 2013-ban megkezdett rezsicsökkentési folyamat megáll, illetve azt sem tervezik, hogy az állami közműszolgáltatás olcsóbb lenne, mint a jelenlegi rendszer. Kis Ambrus a vendégem, jó estét kívánok, üdvözlöm. Jó estét kívánok. Kormányprogram nincs, választási program sem volt. Egy darab konvergencia programunk van, az viszont kötelező, és 3 éves távlatra néz előre. Ebből a konvergencia programból nézzük sorban, hogy mi mindent olvastak ki. Például, hogy nem lesz újabb rezsicsökkentés. Hát amikor fel van sorolva szám szakilag a konvergencia programban, hogy 2014-ben és 2015-ben mennyivel több marad a háztartásoknál, az nem pont a rezsicsökkentésre gondol? Azok a számok azok nem arról szólnak? Ami már megtörtént, arról szólnak. Tehát ugye a rezsicsökkentés 2013-ban kezdődött, még idén van az önkormányzati választások előtt még egy lépése, sőt 2. Tehát ennek a hatása az nyilvánvalóan érződik majd a jövő évben, év per év alapon összehasonlítva. Ezt valóban beleírta a kormány a konvergencia programba, és itt megállt a mondattal. Ha pedig tervezett volna újabb rezsicsökkentést, akkor nyilvánvalóan azt is beleírta volna, hogy további rezsicsökkentést tervezünk, ami több pénzt hagy az embereknél, ami egyébként pedig a belső keresletet esetleg erősíthetné. Mi az, ami még két ütemben az önkormányzati választásokig előttünk áll, rezsicsökkentés? Hát ugye az idei évben, lehet, hogy tavaly decemberben jelentette be a kormány, hogy ebben az évben még 3 rezsicsökkentési elem lesz. Ebből az egyik megvalósult április 1-ével, emlékeztetek rá, hogy április 6-án voltak a választások. A másik 2 pedig őszre maradt, ha jól tévedtek, a távhő, illetve a villamosenergia esetében. Hát ott se tévednék nagyot, hogyha ez is az önkormányzati választások előtti időpontra esne. Ezek már ugye bejelentett lépések. Nagyon közel ahhoz az időponthoz. Lehet, hogy lesznek megint ilyen véletlenek, de amikor azt írják a konvergencia programban, vagy azt írja a kormány, hogy 2014-ben 300 milliárd forint marad a családoknál, a kiadásból ennyivel mentesülnek, a családi kiadásból, ugye ez egyértelműen a rezsiről szól, de 2015-öt is felsorolja, hogy akkor meg 340 milliárd forint kiadástól mentesülnek a családok, akkor nem csak a, tudom, hogy ezt megkérdeztem, de nem csak a 2014-es 300 milliárd szól a 2014-es rezsicsökkentésről. Tehát ez úgy van kiszámolva és leírva, hogy 2015-ben a 2014-es rezsicsökkentés így és így ennyivel érezteti a hatását? Hát ez azért úgy van pontosan, hogy a mondat ugye sem van megfogalmazva, de a tények a következőek. 2012-höz képest, nézzük, akkor valóban 300 milliárdot ott hagytak a rezsicsökkentés címén a családoknál, tehát 12-höz képest. Ha 2015-ben majd 2012-höz képest hasonlítjuk, akkor pedig lesz ez a 340 milliárdos adat. Tehát ez nem úgy van, hogy tehát hogy a jövőre még további 350-et ott hagynak az embereknél. Mindig 2012-höz viszonyítom? Hát ezt így kell nézni nyilvánvalóan, hiszen nem akkor... Nem újabb 340? Hát, nyilván nem. Tehát akkor csak 40? Tehát plusz 40. Hát az idei év, amit említettem, hogy idén 3 különböző tételnek volt a csökkentése, lesz, és ezeknek az áthúzódó hatása. Tehát azért mondjuk az adatokból nem látszik, hogy rezsicsökkentés lenne, hogy folytatnák. Hozzáteszem, nem is beszél nagyon erről most a kormány. Tehát ma például a még hivatalban lévő, vagy hát ki tudja, lehet, hogy a régi új fejlesztési miniszter egy konferencián ugye már ipari rezsicsökkentésről beszélt, ami ugye az ipari rezsicsökkentés az nem a lakosságot érinti, hanem az elvileg a vállalkozásokat kell, hogy érintse. Tehát most egyelőre, mint hogyha lekerült volna ez a napirendről. Ami persze most nem feltétlenül egy kritikaként mondom a dologba, csak hogy nem itt a választások ciklusa végén, hát ez a történet ez elfogyott, és valószínűleg valami újat kell keresni a Fidesznek a következő 4 évre, ami vezérfonala lehet. Hát én nem féltem, hogy nem talál ki ez a párt valamit, mert hogy ilyen típusú ötletekben mindig is verhetetlenül jók voltak. Tehát mi az, amivel nagyon-nagyon sok embert ebben az országban meg lehet találni, meg lehet szólítani, könnyű kommunikálni, meg lehet értetni, nem kell túlmagyarázni. Tehát a rezsicsökkentés azért
tipikusan ilyen volt. A közmunka az már egy nehezebb kérdés, mert hogy hát az április 6-ai választásnak is egy tanulsága volt az ellenzéki pártok részéről, hogy annyit kritizálták a közmunkát, és talán nem igazán értették meg, vagy nem foglalkoztak vele, hogy az is kritizálja, aki közmunkás, hogy miért csak ennyit kap, viszont örül annak, hogy legalább ennyit kap, hogy van valami. Tehát a megélhetését, ha 47 vagy 49 ezer forinttal is valaki biztosítani tudja, és csak ennyi van, akkor ez pont 49-el több a nullánál. Tehát, hogy aki erre kényszerül, az nem kárhoztatja ezt, hanem örül annak, hogy legalább ez van. Úgyhogy ez is egy politikailag egy bonyolultabb kérdés, de a konvergencia programból mit látunk? Folytatja a kormány, és milyen ütemben? Hát azért nagyon ellentmondásos. A konvergencia programból azt tűnik, hogy hát amennyi most be van tervezve, ez nem nagy, nem kicsi összeg, tehát a bizottsági index 180 milliárd forint, ezt elkölti a kormány, és nagyon nem is fog a következő években ennél többet költeni. Hozzáteszem, hogy mennyire ellentmondásos a kormány gazdasági logikája, illetve hát nyilvánvalóan a politikai logikája. Az egy évvel ezelőtti konvergencia programban szó szerint az szerepel, hogy 2014-re már nem szükséges tovább bővíteni a közfoglalkoztatást a kedvező gazdasági folyamatok miatt. A mostani konvergencia program pedig úgy kezdődik a közfoglalkoztatási rész, 2014-ben tovább bővítettük a közfoglalkoztatási programot. Ugye ez volt a választás előtti, vagy most nem megint, a választás előtti téli közfoglalkoztatási program. De most megint érezve a kormány, hogy baj van, hiszen most kifutottak ezek a programok, ezért azt döntötte, hogy havi átlagban 200 ezer közfoglalkoztatottat fognak foglalkoztatni 8 órában, ami nagyon egyszerű kiszámolni, hogyha 200 ezer közfoglalkoztatottat foglalkoztatnak havonta, akkor ez 20 milliárd forintba kerül egy hónapban, 20 milliárd forintot 12-vel felszorozzuk, akkor ez 240 milliárd forint egy évben, és ehhez jönnek a dologi költségek, tehát így a mi becslésünk szerint, ha ez igaz lenne, amit most ők eldöntöttek, na, akkor ez olyan nagyság jönne, 280-290 milliárd lenne, tehát plusz 100 milliárd forinttal többet kéne idén költeni a közfoglalkoztatásra, mint amennyi a költségvetésben van. De ez a 200 ezer közmunkás, ez egyébként van ennyi, nem? Tehát a hivatalos adatok szerint akár a téli közmunkaprogramban foglalkoztatottak száma, akár előtte, akár azóta, tehát vannak ennyien a közmunkások. Csúszkálnak itt az adatok. Az április azt mondta a Comba államtitkár, hogy úgy tudja, hogy 150 ezeren vannak most éppen. A KSH statisztikáiból azt tűnik, hogy valóban, mintha választások előtt lettek volna 200 ezeren. De hát ekkora, ez ennyi pénzt viszel. Tehát hogyha ezt az ütemet akarnak fenntartani, így van, akkor ez így ennyibe kerülne a dolog. Tehát ez viszonylag egyszerű matematikai művelettel kiszorozható. Ez nagyon nem is kellene időt adni a belügyminisztériumnak, hogy felmérje az erre irányuló költségeket. Amire még kíváncsi vagyok, és látom is az elemzésükben, hogy önök is kíváncsiak voltak erre, konkrét választási ígéretként nem szerepelt, mert hogy eleve választási ígéretek sem szerepeltek, mint hogy választási program sem, ahogy kezdtük a beszélgetésünket, de a választások időpontjához közeledve azért egy-két politikus a Fideszben, nevezetesen Varga Mihály, bizony beszélt az egy számjegyű SZIA-ról, hogy majd ekkor, majd akkor, talán 2015-re, tehát például nem ígérte 2014-re a választási évben, de hogy e felé tart a gazdaság, e felé tart a kormány szándéka, ezt így megfogalmazta. A konvergencia program is e felé tart? Hát ebből nem látszik. Sőt, ugye nem csak a Varga Mihály beszélt erről, hanem elsőként maga a miniszterelnök, méghozzá egy arab országbeli látogatása során pedzített meg, hogy milyen jó lesz a magyar gazdaság, amikor majd egyszámjegyű lesz a SZIA. Ugye ez 7%-os SZIA kulcsökkentés jelentene, a kormány számításai szerint 500 milliárd forintot. A konvergencia programban sem konkrétan, sem a számokból való levezetés módja nem szerepel ki, hogy 2017-ig, ekkora mértékben kiengednének forrásokat az adó- és járulékbevételekből. Pontosabban, ha akarom, kiolvasom belőle, de akkor ez azt jelenti, hogy a vagyonadókat, hát amiket ugye annyira nem szeret ez a kormányzat, tehát a vagyonadókat kellene megnövelni ekkora mértékben. Azért mondom, hogy ez így kiolvasható, mert hogy egy számsor szerepel a konvergencia programban, mely szerint a GDP-hez viszonyítva mekkora lesz a bevétel, például adó, jövedelemadó és vagyonadó bevétel szempontjából, és ott viszonylag egy stagnáló adatsor van, konkrétan
minden évben ugye ekkora érték van. Tehát, hogyha ezen belül azt mondja a kormányzat, hogy a jövedelemadóba kevesebbet szed be 500 milliárd forinttal, akkor ezt vagyonadóba kellene neki beszednie. Most nyilvánvalóan nem ennyire bátor a kormány, hogy ezt meglépje, nem is fogja megtenni. Tehát vagy a konvergencia program nem jó, ugye ez még egy lehetőség, tehát egy olyat küldtek ki, amit ők sem gondolnak komolyan, szokott ilyen lenni. Vagy pedig, hát egyelőre még nem látják ők sem, hogy hogyan lépnék meg ezt a dolgot. Pont ezt akartam kérdezni, hogy április 6-án az látható volt, hogy a választók nem kényszerítették ki a Fideszből a választási programot, vagy inkább a többségnek nem hiányzott enélkül is a Fidesznek szavazott bizalmat. A kormányprogram, hát az meg már legyen úri huncutság a parlament falain belül, hogy most van, nincs, miről vitatkoznak. A konvergencia programot meg kötelező volt megírni és leadni, de jár azért bármiféle büntetés, van annak bármiféle következménye, hogyha menet közben, a következő 3 évben nem a konvergencia programnak megfelelően cselekszik egy kormány? Egyetlen egy esetben, hogyha maga a végcél nem teljesül, tehát hogy a költségvetés elszáll. Hát arra megvigyáznak. Azért ugye nem annyira egyszerű ez, hogy vigyázni. Tehát azért mondjuk 500 milliárdokkal nem könnyű dobálózni, mert azért azt valahol be kell szedni a kormányságon. De azért azt gondolom, hogy ennyire ne bántsuk meg a választókat, hogy ők nem készítették ki a kormányprogramot. Sem a választási programot, hiszen mondjuk ez egy választási nyelvezetre lefordítva egy ilyen választási program, az körülbelül azt jelenti, hogy legyenek ígéretek. Most az ígéret az volt, hogy hát igen, folytatjuk a rezsicsökkentést, mondjuk ebből nem annyira látszik. Folytatjuk a közmunkát, hát hogy a folytatjuk be, ez tartozik, amit eddig csináltunk, azt csináljuk tovább. És ezzel szemben azért nem volt erős alternatíva az ellenzéki oldalon. Tehát pont ebben a stúdióban a választásokat követően beszélgettünk a falusi szavazókról, hogy hogyan szavazott a magyar falu, és hát abból az látszik, amit ön is a felvezetőben mondott, hogy a magyar falu arra tudott szavazni, ami van. A nem létező ígéretre nem tudott szavazni. Márpedig a közmunka meg a rezsicsökkentés volt neki, még hogyha alacsony összegben is, meg pici pénzért is, már hogy a rezsicsökkentés, a közmunka meg ugye kiskeresetet adott, még ezzel szemben az ellenzék ígéret az nem volt jól megfogható számukra. Tehát ez a demokrácia hiányzik meg. De nem lehetett forintosítani a hétköznapi életre. Tehát én azt gondolom, hogy nem az kell az a jó megfejtés a politikusoknak, hogy azt mondják, hogy hát akkor nem kell nekünk sem majd legközelebb választási program, hanem az a jó megfejtés, hogy választási programból levezetett jó ígéretek kellenek, vagy jó ajánlat kell a különböző társadalmi rétegeknek, és akkor ez egyfajta kikényszerítést is jelent a dologban. Hát 2018-ig mindenki tanulhatja, hogy mit akar majd ígérni. Köszönöm szépen, hogy itt volt.